és az ötlő településekről fogunk beszélni. Mit jelent az? Mondjuk rá, mit gondoltok? Az épületüket, amit úgy neveznek, hogy öko épület, azt a természetes anyagokból készítik. A Torontálvásárhelyi Mósa Piádi Általános Iskolában a szabadon választható tantárgyak közül az egyik a természetbarát, illetve ökológia. Médiaházunk csapata az 5. és 6. osztályos tanulókhoz látogatott el természetbarát órára, ahol az ökofalvakról, önfenntartó közösségekről tanultak a gyerekek. Szenti Valéria tanárnő óráját nagy érdeklődés övezte. Ökológia, mint tantárgy, belépett a mi iskolánkba is, méghozzá a természet őrei név alatt, mint választott tantárgy. Az érdeklődés meglepően számomra elég nagy, azért, mert két csoport lett a végén, és több mint 30 diák az 5. 6. osztályból jelentkezett, hogy részt akar venni ezen a szabad aktivitáson. Az ökofalvakban visszatérnek a hagyományokhoz. Egy ilyen elképzelt hely, település lenni, ami egyelőre nem való, bár ilyen formában, és akkor azt néztük, hogy önálló és önnellátó helységet, vagy települést csináljunk, majd meglássák, vagy hát ott vannak a rajzon a kukorica részek, a kasszáló rész, az állatok, akkor az istálók, akkor persze a társalgás, ott a focipálya, a gyermekeknek a játszótér, akkor tavacskák, parkocskák. Valójában úgy az az elképzelés itt, hogy a gépkocsik maradnak kívül, ami meg is van egy parkolóhely, kívül maradnak, míg az eko településen csak gyalogszerrel, vagy valami más járművel, ami tiszta anyagot használ. Nem kaszáljuk fűkaszálóval füvet, hanem kaszával, mivel van állattenyésztés, tehát akkor az állatokat avval a fűvel, kukoricával, vagy már akármilyen terméssel ötessük, tehát a mi szervezetünkben is tiszta, nincs hormon, a teheneknek az eledélébe keverve, hanem minden, úgy szinte a baromfi is, és így tovább. Ez a nagy ilyen elképzelés, hogy a szél és a napenergiával fűteni, vagy a napenergiával fűteni is lehet, vagy egy külön hővel, meg energiát is világításra, vagy közö gépezetekre lehet felhasználni. Ha nem süt a nap, fúj a szél, vagy fordító, úgyhogy minden esetre biztonságban legyen, és hogy önállóság meglegyen. A tanulók elmondták, hogy miért tetszett nekik ez az ökotéma. Szeretnének egy ilyen környezetben élni. Mik az előnyei az ökotelepüléseknek? Az ökofaluról mi lerajzoltuk, meg megnéztünk interneten ilyen videókat róla, hogy hogyan építik ezt fel. Miért fontos számotokra környezet, természetvédelem? Hát mert a természetben élünk, és fontos megvédeni. Hát szerintem azért, mert a természet nélkül nincs élet, és hogyha azt ott elpusztítjuk, akkor nem lesz élet a Földön. Minden téma tetszik, és legjobban az állatok. Azokat nem szeretem. A lésről, amit tanultatok eddig, ez tetszett ez a téma? Hát igen, mert szeretem, amikor valami újdonság van, és szép. Leontina, mivel az ökotelepülés a téma, szeretnél eljutni egy ilyen helyre, egy ilyen településre? Igen, el szeretnék jutni, mert mindig úgy szoktunk beszélni, hogy ha amikor nem lenne nap, hogy milyen lenne az élet, ha nem lenne nevegő, akkor nem lenne élet is. Akkor. Miért jó egy ilyen faluban élni, mint az ökotelepülés, ökofalu? Milyenek az előny? Hát szerintem azért jó, mert sokféleképpen megvédhetjük a világot, és ezeknek az ökoházakban még az a jó, hogy nem alkalmaz olyan dolgokat, ami szennyezi a levegőt.
Mai órán az ökotelepülés volt a téma. Ez a téma tetszett? Mennyire vonz az ökotelepülés? Szeretne esetleg egy ilyen környezetben élni? Hát egy-két hetet eltöltem még abban az ökofaluban. Sok időt töltesz a természetben? Eléggé sokat. Szoktam játszani, barátokkal eltölteni az időt. Sokat szoktam kint lenni. A mai téma az ökotelepülés volt. Mit tanultál meg erről a témáról? Mi tetszett a legjobban? Itt látom, rajzoltatok is. Hát az, hogy újrahasznosítsam a pár néhány dolgokat, hogy a gumiból például csináltak házat, hogy tömtek sárt, meg szalmából is, nádból tetőt, meg hogy minél kevesebben persze szennyezünk a levegőt, hogy újrahasznosítsunk az, amit bírunk. Te szeretnél egy ilyen településben élni, mint az ökofalu, ökotelepülés? Igen, hát szeretnék, mert akkor jobban lenne a világ is, nem így is jól lenne. A Torontálvásárhelyi Általános Iskolában rendszeresen felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A bemutatkozásainkból is már látták, hogy máskor is, amikor nyilatkoztunk ilyen-olyan környezetvédelmi témában, nem csak a tantárgy keretén belül fontos számunkra ez a kérdés, hanem úgy általánosságban, szemléletmódban is fontos ez a témakör. Így a környezeti nevelés, tehát nem csak a tantárgyi rendszerbe szeretnénk belefoglalni és foglalkozni vele, hanem egyáltalán a diákjainknak a magatartásába, a szemléletébe beépíteni azt, hogy mennyire fontos az, hogy védjük a környezetet.